Osinszki emléknapon és koszorúzáson vehettek részt azok, akik ellátogattak a Szekszárdi Múzeumba. A múzeumbarát iskola és óvoda díjait is kiosztották, illetve a dolgozókat is elismerésben részesítették. Az Osinszki emléknap a Osinszki-Mohr megyei múzeum egyik ünnepnapja. Nem csak azért, mert május 18-án a múzeumi világnapot ünnepeljük, és ilyenkor azért a közfigyelem sokkal jobban a múzeumokra irányul, legalábbis ezt próbálja ez a nap meghonosítani, nem csak a Magyarországon, hanem az egész világon, hanem a mi esetünkben különösen az, mert 1989. május 18-án ennek a napnak a keretében vette fel az intézményünk a Osinszki-Mohr alapító igazgatónknak a nevét, tehát ez egyfajta születésnapként is felfogható, tehát 34 éve Osinszki-Mohr nevét viseli a múzeum, és hát több mint 10 esztendeje ezt ilyen Osinszki emléknap keretében ünnepeljük, és hát nem csak koszorúzással, ugye a ház előtt áll Farkas Pálnak a mellszobra, Osinszkiról készített mellszoba, hanem ilyenkor osztjuk át évek óta a múzeumbarát iskola, óvoda kitüntetéseket, Osinszki emlékplakettet is, amelyben az elmúlt pár évben azért volt némi fennakadás, hiszen a Covid időszak alatt ezt nem sikerült minden évben megcsinálni ezt a rendezvényt, de hát úgy gondoljuk, hogy a hagyományaink azok köteleznek, és hát próbáljuk ezeknek teret adni és élni ezekkel a lehetőségekkel. A felsorolt kitüntetések átadása mellett kollégákat is díjazunk, ilyenkor két fő kap jutalmat, legfeljebb két fő, idén két fő fog kapni díjat, illetve egy kiállításnyitóval is készültünk, mert pont idén úgy alakult, hogy 100 esztendeje, és pont május 18-án született Bogár István, a Sárköz egyik jelentős kutatója, népművelője, gyűjtője, úgyhogy neki állítunk egy kiállítás keretében emléket a Vármegyeházán. Az igazgató beszélt többek közt a múzeum munkájának sokrétűségéről, valamint a lehetőségről, hogy az emberek az intézményt egy kulturális találkozási helynek tekintsék. A kiállításon keresztül ítélik meg a múzeumnak a munkáját, de azért aki kicsit jobban ismeri, azt tudja, hogy azért a múzeumnak van három alapfő feladata, hogy gyűjt, megőriz, bemutat. Tehát mi Tolna Vármegye területére vonatkozólag pont az alapítástól, tehát 1895-től fogva folyamatosan gyűjtjük a különböző gyűjteményeinkben, régészet, néprajz, művészettörténet, stb. Ezekbe a tárgykörökbe tartozó tárgyi és szellemi anyagokat, és ezeket nem csak gyűjtjük, hanem ugye ezt részben restaurálni is kell, ezeket gyűjteménybe venni, tehát beleltározni, és az egyik legfontosabb dolog, hogy feldolgozni is kell ezeket az anyagokat, és erre a szakembereinken keresztül, tehát a múzeológus szakembereken keresztül van lehetőségünk, és ugye ezekből készülnek publikációk, szakmai publikációk, de ismeretterjesztő publikációk is. Nagyon sok programunk van, legalábbis igyekszünk a lehetőségeinkhez képest nyilván múzeumi témakörbe illeszkedő programokat szervezni az érdeklődőknek. Van egy jól működő múzeumbarát egyesületünk, több mint 200 taggal rendelkezik ez az egyesület, úgyhogy rájuk alapozva, de hát nem csak természetesen rájuk, hanem minden érdeklődőről, és nem csak Szekszárdon, hanem a térségből, illetve a megyéből számítunk, hogyha valaki el tud jönni ezekre a programokra, vagy ezt követően a kiállítást megnézni, ameddig ezek állnak, nagyon, nagyon nagy szeretettel várjuk őket. A múzeumban ezen kívül még történelmi filmklub is működik, illetve a múzeumi esték sorozat keretein belül is várják a kultúrára szomjazókat.